Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Január 4-e kihat november hónapra. Ahogy te átéled ezt a napot, az eseményeket, kapcsolatokat, vagy érzelmeket, ezt automatikusan átviszed november hónapra. De ezen tudunk valamit javítani, ebben segít a ma esti, illetve éjszakai szertartás. Ez a szertartás óv téged a fekete mágia ellen. Óv az ellenségek ellen is. Ami még fontos ennél a szertartásnál, hogy a párkapcsolatban meglegyen ez a varázslatos, mágikus vonzalom, különösen ami a testi kapcsolatot illeti. Hiszen ez kihat a szexuális életre is. Amiben ez a szertartás még segít, hogy legyenek változások, megújulások. Amiben még segíteni tud ez a szertartás, hogy bizonyos dolgok kiderülnek, hiszen itt titkokról is szó van. Azon kívül segít abban, hogy legyen kapcsolat az őseiddel. Amiben még ez a szertartás segíteni tud, hogy áttedd magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. Amire még kihat ez a szertartás, és ennek van gyógyító ereje is, az a szexuális élet, a szexuális kapcsolat. Az energia ezen a napon, ezen a szertartáson és a november hónapban ez a fehér mágia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!